Évente Magyarországon 26 ezer, tehát naponta 70 ember esik hirtelen szívhalál áldozatául, melynek több mint a fele közterületen következik be. Minden segítség nélkül eltelt perccel 10%-kal csökken az életesély. 3-5 percen belül pedig megindul az agykárosodás. Az azonnal megkezdett újraélesztés és korai defibrillálás megduplázhatja vagy megtriplázhatja a túlélési esélyt. Sajnos Magyarországon a laikus újraélesztéseknek a száma az még mindig alacsony, és ezért tartjuk fontosnak, hogy minél szélesebb körben megismertessük az emberekkel az újraélesztésnek a lépéseit, meg hogy miért is fontos. Ugyanis egy időben korán elkezdett újraélesztéssel, hogyha a defibrillátor is van a helyszínen, akár 65-70%-os túlélési esélyt is lehet biztosítani. Október 16-án szerte az országban újraélesztési napot tartanak. Az Indíts újra egy szívet elnevezésű kampányt 5. alkalommal szervezik Magyarországon. A világnapot az Európai Újraélesztési Társaság kezdeményezte, és azt Európa szinte összes országában megtartják. Fontosnak tartom, hogy tudjunk segíteni. A környezetemben is volt két ember, aki így vesztette el az életét. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a hirtelen szívhalálra, amely a fejlett társadalmakban az egyik vezető halálok.